Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hír Hét adását látják. Nézzük a mai nap legfontosabb híreit röviden. Uniós fórum diákoknak a munkaerőpiacról Sátoraljaújhelyen szlovákiai előadókkal. Egyre nagyobb az esélye annak, hogy önálló cigándi járás alakul majd az államigazgatási rendszer átalakítása nyomán. Nagyszabású véradást szervezett a Sátoraljaújhelyi Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Új elnököt választott a Sárospataki és Környéke Turizmusáért Egyesület. Átmenet az oktatásból a munkaerőpiacra címmel tartott előadást a diákoknak Sátoraljaújhelyen a szlovákiai Szuperák Mária. Az Európa Parlamenti asszisztens szólt a fiatalok munkavállalási helyzetéről, azon lehetőségekről, melyek az Európai Unióban várják őket külföldi munkavállalás esetén. A gazdasági válság az Európai Unió 27 tagállamára egyaránt kihatott. Megnövekedett a munkanélküliség aránya, és csökkent az oktatásból kikerülő fiatalok elhelyezkedésének lehetősége, ráadásul akadályokba is ütköznek az álláskeresés során. Általában a munkáltatók inkább kihasználják úgy a fiatalokat, mint gyakornoki munkalehetőségként, és ezáltal nem kapnak folyamatos álláslehetőséget, mert ugye ez nekik nem kerül pénzbe, hogyha gyakornokként dolgoztatják őket, és a másik az életkor, ha valahová beadják a kérvényüket, hogy dolgozni szeretnének, akkor mindenütt az az első, hogy mennyi gyakorlata van valakinek. De viszont lehetőséget sehol nem kapnak, hogy gyakorlatot szerezzenek, ez egy másik olyan tényező, ami hátráltatja őket. Az Európai Unió felkérte a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki olyan stratégiákat, melyek segítik a fiatalok elhelyezkedését. Itt egy célirányosabb oktatási rendszer kialakítása lenne minden tagállamban, és ez arról szól, hogy a szakiskolák és az egyetemeknek fel kellene mérni a munkaerőpiacnak az igényeit, és ennek irányában képezni a diákokat, hogy kevesebben végezzék munkanélküliként. A fiataloknak lehetősége van arra, hogy munkát vállaljanak az unió tagállamaiban. Azonban ehhez legfontosabb feltétel az idegen nyelvismeret, de a megfelelő szakma megválasztása is kiemelt szempont lehet az elhelyezkedés terén. Nem biztos, hogy a divatos pályák a legjobbak az élet további megélésének szempontjából. Meg kell gondolni nagyon azt az irányt, amit választ. Utána kell nézni neki is és a családtagoknak is, hogy ha elvégezte az iskolát, ha megvan a szakmunkás bizonyítvány, megvan az érettség, vagy megvan a diploma, hogy az nagyon nagy öröm, de vajon tudja-e azt alkalmazni is és használni is rögtön. Munkát vállalni akár az Európai Parlamentben is lehet a fiataloknak. Ezen elhelyezkedési lehetőségek feltételeire is kiterjedt dr. Szuperák Mária előadása, melyből a diákok sok hasznos információhoz jutottak. Nagyon érdekesnek tartottam ezt az előadást. Egyrészt azért, mert szerintem nagyon fontos az, hogy mi, mint fiatalok, ugye tájékozódjunk arról, hogy mi zajlik az Unióban, illetve milyen lehetőségeink vannak. És hát engem személy szerint is nagyon megfogott, mert hát szeretnék esetleg gyakorlati munkára, vagy esetleg később valóban kint dolgozni valamelyik államban, vagy az ott megszerzett tapasztalatot hasznosítani itthon. Igazániból én nem vagyok annyira érdekelt ebben a témában, viszont teljesen megváltoztatta a véleményemet az előadás, egyrészt nagyon érdekes is volt. Másrészt pedig én nem, bevallom őszintén, én mindig is úgy képzeltem ezt az Európai Uniót, hogy ott ilyen, hogy is van, unalmas emberek vannak, akik ugye legfőképpen idősödő férfiak. Viszont nagyon szimpatikusnak találtam ezt a nőt is, és nagyon-nagyon kedves volt, és nagyon sok érdekes dolgot mondott, hogy mi mindent csinálnak, mi mindennel foglalkoznak, és tényleg mennyi fontos dologgal foglalkoznak ott az Európai Unióban, ez különböző tárgyalásokon. Dr. Szuperák Mária előadásából egyaránt kitűnt, hogy munkavállalás szempontjából legfontosabb az idegen nyelv ismerete és a megfelelő pályaválasztás. Egyre nagyobb az esélye annak, hogy önálló járási székhelye legyen a Bodrogköznek. Cigánd városa hetek óta harcol a demokrácia adta lehetőségekkel ennek érdekében. Egyelőre elektronikus kormányablak segíteni a környék lakosságát egy előterjesztés szerint. A jelenlegi állás az, hogy az országban második helyen szerepeltetik Cigándot, mint egy plusz járási székhely kialakítása. Erről a térség országgyűlési képviselője dr. Hörcsik Rihárd tájékoztatta hírműsorunkat.
Cigányodat nem csak személy szerint a képviselő és a megyei kormánybiztos, hanem a Borsodabói Zemplén megyei Fidesz és a megyei közgyűlés is támogatja egy cél elérésében. Dr. Hörcsik Riárd azt is hangsúlyozta, hogy várhatóan legkésőbb április elejére dönt véglegesen a kormány a járásokról, így Cigándról is. Egyre valószínűbb, hogy a bodrogközieknek is önálló járásuk lehet, számolt be róla a térség országgyűlési képviselője. Dr. Hörcsik Riárd elmondta, hogy a cigándi járási székhelynek megyei támogatottsága is van. A Borsodabói-Zemplén megyei kormány megbízott Demeter Ervin támogatólag terjesztette fel a minisztériumba. Ők is szakmai konzultációt folytattak, és lám a megyei sajtóban is megjelent, hogyha úgy dönt a kormány, hogy néhány járással bővíti a korábban meghatározott számot, akkor mi feltétlenül benne vagyunk az első körben. A képviselő azt is elmondta, hogy most nagy szükség van az egységes lobbira a cél érdekében. Borsodabói-Zemplén megyei fideszes képviselők aláírták ezt a nyilatkozatot, amiben támogatnak bennünket, hogy legyen önálló járása. Tehát a megyei lobbival jól állunk, mind a megyei fideszes képviselők, mind a megyei közgyűlés elnöke, illetve a kormány megbízott támogat bennünket. Ezt nem minden megye tudja elmondani. Tehát ez is a mi pozíciónkat erősíti. Az egyik legfontosabb, hogy ne legyen túl sok igény az országban az újabb járási központokra, hiszen azok egymást gyengíthetik. Fennáll a veszélye annak, hogyha túl sok kérés jön, és ugye akkor mi precedenst teremtettünk, akkor senkinek nem lesz új járása, mert ez olyan anyagi konzekvenciákat vonhatna magával, és természetesen még megzavarhatja a mi lobbizásunkat Budapest. Ugye kérdéses, hogy most hány járás lesz, minden kerületnek lesz-e külön járása, vagy nem, de hát ez hál' Istennek ezt a kormány külön tárgyalja, tehát a helyzetünk így sem reménytelen. A képviselő hozzátette, március végén, április elején dönt majd a kormány véglegesen a járásokról. Véradás zajlott a Sátoraljaújhelyi 5. István Katolikus és Közgazdasági Informatikai Szakközépiskolában. A véradás jelentőségére az intézmény pedagógusai már előzetesen felhívták a diákok figyelmét, így szép számban vettek részt a véradáson az iskola tanulói. A Magyar Vöröskereszt Sátoraljaújhelyi kistérségi szervezetének szervezésében zajlott a véradás az 5. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában. A szervezet rendszeresen tart iskolai véradásokat, ugyanis a 18. életévüket betöltött fiatalok véradóvá válhatnak. Tavasz a diákvéradásoknak az időszaka, valamennyi középiskolába véradást tartunk, hiszen már az utolsó évesek érintettek lehetnek a véradás ügyében. Lehet, hogy első alkalommal nem annyira a véradás iránti elhivatottságból jönnek, de hogyha rossz tapasztalat nem éri őket, akkor stabil véradóká válhatnak, és visszalátjuk őket, miután az iskolájukat elhagyták, a városi véradásokon, lakóterületi véradásokon. Az iskola pedagógusai igyekszenek felhívni a diákok figyelmét a véradás jelentőségére. Elsősorban biológia órákon kapnak a diákok ismereteket arról, hogy mennyire fontos a véradás, hogy ezzel életeket lehet menteni. Ugye műtéteknél, balesetek után azért ez létfontosságú, és ezért minden éven ki is hirdetjük. Az iskolánkban véradást tartunk, illetve amikor a gimnáziumban is véradás van, akkor ők is értesítenek minket, és akkor a diákjaink ugyanúgy átmennek és adnak vért. A Keriben találkoztunk olyan fiatallal is, aki már többszörös véradónak számít. Én már negyedszerre vagyok itt vért adni. Nagyon fontosnak tartom a véradást, hiszen 4 ember életét menthetjük meg ezzel. Iskolában hallottam először a véradásról, illetve szüleimtől. A véradáson résztvevő diákoknak át kellett esniük a kötelező orvosi vizsgálaton, és meg kellett, hogy feleljenek a véradáshoz szükséges alapvető feltételeknek. Alapfeltétel, hogy 50 kilónak kell lenni a véradónak, és 18. életévét be kell tölteni. Utána hemoglobin vizsgálatot végzünk orvosi vizsgálatban, és hogyha minden kritériumnak megfelelnek, semmilyen kizáró tényezőt nem tapasztalunk, akkor véradókká válhatnak, és örömmel üdvözöljük őket a véradók táborában.
Az 5. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola diákjai rendkívül aktívak voltak a véradáson, de emellett a Kossuth Lajos gimnáziumból is érkeztek tanulók, hogy vért adjanak a keriben. Dr. Szabó Rita lett az új elnöke a Sárospatak és környéke turizmusáért egyesületnek. A vezető a tisztséggel kapcsolatban kiemelte, hogy a civil szervezet szakmai feladatai ellátása érinti a város és környéke a turizmus fellendítését is. Ennek érdekében az egyesület továbbra is együttműködik a helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezettel. A szezont megelőző feladatokról dr. Szabó Rita beszélt hírműsorunknak. Új elnöke van a Sárospatak és környéke turizmusáért egyesületnek. Dr. Szabó Rita egy olyan időszakban került az egyesület élére, amikor a megoldásra váró feladatok tömkelege áll a környék turisztikai desztinációs feladatait ellátó egyesület előtt. A 2012-es év munkatervét az előző ciklusban állították össze, amit a közgyűlés már elfogadott. Valójában a munkaterv fogja meghatározni ez évi munkánkat. Kapcsolódunk a tokaiak által megnyert térségi úgynevezett Vitúr Landscape programhoz. Ennek részeként közös arculat kerül kialakításra, valamint egy olyan szoftver, amelynek segítségével okostelefonnal rendelkező turisták idegenvezetést kapnak az internet, illetve a mobil hálózat jóvoltából. A kollégák már elkezdtek azon dolgozni, hogy megfelelő tartalommal töltsék föl ezt az internetes rendszert. Mindez részét képezi a tavaly decemberben megalakult TDM Kft. Munkájának. Így több programon keresztül is összekapcsolódik a két szervezet a turizmus fellendítése jegyében. Ezzel és még más programokkal is kapcsolódunk a térségi TDM Kft. Által célul tűzött teendőkhöz. Ez a minél szorosabb együttműködést jelenti, a közös marketing kialakítását, közös brandépítést, mely különböző vonalakon elindult már évekkel ezelőtt, de ezen tényezők összecsiszolása komoly feladatot fog jelenteni. Bár a gazdasági helyzet az éven is befolyásolja a turizmus alakulását, az egyesület abban a reményben folytatja munkáját, hogy az idén élénkülni fog az érdeklődés a környék iránt a széles program kínálatnak köszönhetően. A kitűzött cél az, hogy jöjjenek, és itt is maradjanak, tehát szálljanak meg és fogyasztanak nálunk a turisták. Éppen emiatt egy helyi termék kínálatot szeretnénk. A termék alatt most azt értem, hogy nem csak árut, hanem szolgáltatást is, tehát vendéglátástól kezdve szabadidős tevékenységek, tehát egy olyan csomagszerű kínálatot a turisták számára elérhetővé tenni, amely alapján ők kiválaszthatják és igényeik szerint dönthetik el, hogy milyen céllal jönnek ide a városba, illetve a környékre. Az egyesület 33 települést foglal magában, de a tagok között vannak vállalkozók, szolgáltatók is. Az aktivitás változó, ezen van még mit javítani, és ugye nem csak települések tagjai az egyesületnek, hanem vállalkozások is. Azért is mondtam, hogy nehéz időszakban történt meg ez az elnökváltás, de minden esetre a sok-sok munkával igyekszünk majd javítani azon, hogy érezzék a szolgáltatók is, a vállalkozók is, hogy melyek azok a célok, amelyeket szeretnénk mind a magunk, mind pedig a vállalkozások számára elérhetőbbé tenni, és nyilván, hogy a jövedelemtermelést erősíteni ezzel is. És most nézzük, mit láthatnak a továbbiakban. Közös sajtótájékoztató tartott az MSZP Sátoraljaújhelyi és Sárospataki szervezete a tisztújításokról. Hoffmann Ildikó hercegkúti óvónő kiállítása a Sárospataki Művelődésházában. Télbúcsúztató a Sárospataki Karolina óvodában. Befejeződött a tisztújítás a Magyar Szocialista Párt helyi és területi szervezetében. A helyi, a választókerületi és megyei szinten lezajlott vezetőségválasztást az országos tisztújítás követi.
A vezetőségválasztás eredményeiről közös sajtótájékoztatón számolt be az újraválasztott sárospataki és sátoraljaújhelyi elnök. Felmenő rendszerben zajlik a tisztújítás a Magyar Szocialista Pártnál. A párt Sátoraljaújhelyi és Sárospataki szervezeténél már megtörtént a tisztújítás. Mindkét szervezet esetében maradtak a régi vezetők. Így a Sárospataki szervezetet Hutkainé Novák Márta, a Sátoraljaújhelyi szervezetet Szabó János irányítja továbbra is. Gyakorlatilag már ez az a csapat, aki most fölállt, aki a választásokra, a következő parlamenti, illetve önkormányzati választásokra fogja bevezetni a csapatot. Tehát már most ezen az éven azon fogunk dolgozni, hogy a kampányra, illetve a következő évek választására, önkormányzatiságára felkészüljünk. Az MSZP Sárospataki szervezete is készül már a következő napok, hónapok feladataira. A legközelebbi teendőnk Sárospatakon, amit mi 20 éve, minden éven fölvállalunk, a nőnap megünneplése. A városban és a környéken sok olyan nő van, aki már nem kötődik munkahelyhez, vagy munkahelyen is elfelejtik családba. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a nap a nőké, ezen a napon március 8-án 5 órától a művelődés házába várjuk a sárospataki nőket, környékbeli nőket, ahol egy szárvilággal, kedves műsorral a fiúink kedveskednek a hölgyeknek. A helyi szervezetek mellett a választókerületi tisztújítás is lezajlott az MSZP-nél. Választókerületi szinten Vécsi István, egykori országgyűlési képviselő vezeti majd a Szocialista Pártot a következő 2 évben. Nagyon megváltozott a választókerület, a korábbi területnél jóval nagyobb lett, Zemplén-Agártól Göncig. Encsig tartozik ide a terület, nagy távolságokkal, sok településsel, ezért is nem mindegy, hogy a Szocialista Párt hogyan alakítja a szervezetét ehhez a megváltozott körülményhez, és ki lesz a vezetője. Mi Vécsi Pistát választottuk meg, Vécsi István, akik volt korábban országgyűlési képviselő, most Ricse polgármestere. Azért is tettük ezt, mert jártas gyakorlati politikába, és jól tudja képviselni ennek a térségnek, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, az érdekeit. Úgy gondoljuk, hogy ő erre képes és alkalmas. Megyei szinten maradt a régi vezető az MSZP-nél a tisztújítást követően. Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, illetve a megyei, Borsod-megyei szocialistákat továbbra is Gór Nándor vezeti. Ő tűnt a legerősebbnek, és igazából erre a posztra kihívója sem akadt. Néhány egyéb területen történt változás a megyében, illetve néhány hét múlva megtörténik az országos tisztújítás is, ahol a jelenlegi elnök Mesterházy Attila kihívója Szanyi Tibor. Szabó János hozzátette, hogy mindkét jelölt a következő hetekben látogatást tesz Sátoraljaújhelybe rendezvények keretében. Az Amatőr Alkotók sorozat 3. kiállításán a Hercegkúti Hoffmann Ildikó képeit tekinthetik meg az érdeklődők a Sárospataki Művelődés Házában. A hercegkúti óvónő a harmóniát, a szépet mutatja be alkotásaival, melyek több pályázaton is sikeresen szerepeltek. A kiállításon megjelenő népes érdeklődők azt is mutatják, hogy Hoffmann Ildikó Sárospatak és Hercegkút közkedvelt festője. Hoffmann Ildikó Hercegkúton élő óvónő, amatőr alkotó. 10-11 éve foglalkozik a festéssel. Főként tájképeket, csendéleteket fest, szívesen készít parafrázisokat az impresszionista és realista festőkről is. Képei különböző pályázatokra kerültek be, amelyeken megmérettetés céljából vett részt. Sárospatakon a Művelődés Házában mutatta be alkotásait a nagy közönségnek. Hercegút, Sárospatak, a környék az, ami vonz. Először a környéket szeretném, illetve ezzel is próbálkoztam, a körülöttünk lévő tájak, hiszen itt vannak körülöttünk, csak ki kell menni, és minden nap vonz a szépsége, bármikor kirándulunk, vagy bármikor kinézek az ablakba, vagy bárhonnan látom Hercegút panorámáját, akár fönn a Gomboshegyről, vagy bármelyik nézőpontból nézem. Sárospataknak is gyönyörű épületei, tárgyai, illetve tájai vannak. Ezek mind olyan szépek, hogy arra készítik az embert, hogy ábrázolja valamilyen módon. Az alkotót Molnár Irén, Sárospatak festője méltatta, s kiemelte, Ildikó képei tiszták, az ő tiszta egyéniségét tükrözik. Van, aki mint Ildikó,
a tájban a szépséget keresi, a harmóniát, és az életnek ezt a részét mutatja be a nézőnek. Vannak, akik a tragikusabb oldalát, a keményebb oldalát, vannak, akik a komikusabb oldalát mutatják be. Ő, mint ő maga, azokat veszi észre, a pozitívumokat, a szépeket veszi észre, és próbálja megfesteni, és úgy látom, hogy egyre nagyobb sikerrel. Az amatőr alkotók harmadik kiállításán népes közönség köszöntötte Hoffmann Ildikót, akinek képei egész márciusban megtekinthetők a Sárospataki Művelődésházában. Télbúcsúztató rendezvényt tartottak a Sárospataki Karolina óvodában. Az óvodapedagógusok által összeállított műsor célja az volt, hogy a legfiatalabb korosztályt a környezet megóvására és az egészséges életmódra nevelje ilyen rendezvényen is. A kicsik, bár nagyon meglepődtek, mégis láthatóan élvezték a nem mindennapi műsort. A gyümölcsnap után télbúcsúztató előadást tartottak a Karolina óvodában. Az itt működő környezetvédelmi munkaközösség ötlete alapján az óvisokat a környezetvédelemre és az egészséges életmódra, táplálkozásra nevelik a versek és mondókák segítségével. Ennek a munkaközösségnek most már több éve tartó programja és szokása azt, hogy az évszakok végén különböző rendezvényekkel és eseményekkel zárnak le egy-egy periódust, egy-egy ciklust, és most ennek vagyunk részesei, hogy lezárjuk a telet. Ugye Farsangon lezártuk a farsangi szokásokkal és rendezvényekkel, most pedig Farsang után egy télzáró programmal, azaz egy ma látott eseménnyel, a téli versekből és a téli dalokból egy 20 perces előadást állítottak össze a kolléganők. A télzáró műsor koncepcióját az óvodapedagógusok maguk állították össze, amihez díszletet és jelmezeket is kitaláltak. A környezetvédő munkacsoporthoz tartozó csoportokban az évszakok határozzák meg a mindennapjainkat, és 3 hónap alatt nagyon sok verssel, dallal ismerkedünk meg, hiszen minden eseményhez kapcsolódik egy, amiből összegyűjtünk egy-egy csokrot, ami úgy néz ki, hogy minden csoport az ő általa megtanult dalokat, verseket behozza, abból kiválogatjuk ki, melyiket szeretné előadni, és akkor összeállítunk egy ilyen kis műsort, amit átnyújtunk a gyerekeknek. A programok célja, hogy a mindennapi élet tevékenységeibe nyújtsanak betekintést a gyerekeknek. Most a téli időjárás jelenségeiből, eseményeiből adódó feladatok megtanítása, átismétlése volt a cél. A környezetvédő program, illetve az ismeret, maga a külső és belső környezetünk, a tágabb és szűkebb környezetünk megismerése révén rengeteg ismerethez és tapasztalathoz juttatjuk a gyerekeket. Tehát itt mindig történik valami, mindig megyünk valahová, mindig jönnek hozzánk vendégek, mindig valamilyen előadás, beszélgetés, séta, kirándulás keretében mindenféle ismeretet nyújtunk a gyerekeknek, úgy szóban, de leginkább megtapasztalás révén. A kicsik láthatóan felismerték a mondókákat és élvezték a műsort. És most nézzük főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Uniós fórum diákoknak a munkaerőpiacról Sátoraljaújhelyen szlovákiai előadókkal. Egyre nagyobb az esélye annak, hogy önálló cigándi járás alakul majd az államigazgatási rendszer átalakítása nyomán. Nagyszabású véradást szervezett a Sátoraljaújhelyi Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Új elnököt választott a Sárospataki és környéke turizmusáért egyesület. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hírhét adását látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Számítunk megtisztelő figyelmükre akkor is, viszontlátásra!